Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm mindnyájukat. Holnap lesz egy hete, hogy az önkormányzat képviselőtestület elfogadta a 2010. évi költségvetést, ami mindig felmerül, ha az ember nyilatkozik a költségvetésről, hogy igazán mit is tükröz. Én két dolgot, vagy egészen pontosan hármat hagy mondjak el erről a költségvetésről, és nem véletlenül jutott eszembe. Az egyik, hogy ez a költségvetés garantálja a kerületi összetett széleskörű szolgáltatás rendszer biztonságát. Azt, amit egy kerületi önkormányzat 100 000 embernek nyújt. A másik, hogy garantálja 3000 munkahelynek a biztonságát, és ez is fontos, hiszen a kerületi önkormányzat a kerület második legnagyobb munkáltatója. Ha keresünk fontos hangsúlyokat a költségvetésben, hogy mit tükröz, a költségvetésen keresztül mi látszik, hogy mit ad fontosnak az önkormányzat, akkor egészen biztosan rábukkanunk arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás erősítését, szélesítését, és ez nem az első év, hogy látszik a kerület költségvetésében, és nem csak közvetlenül a költségvetésben. Az elmúlt években indult el a Jó Egészséget Pesszentőink Pesszentimre program, harmadik évébe lép, és a program létét sok minden biztosítja, vagy jelezte az elmúlt években, többek között fejlesztések, beruházások, ebben benne van a kerületi önkormányzat legnagyobb egészségügyi beruházása, az, ahol most állunk, a Pesszentimrei szakrendelő. Benne vannak egészségügyi intézmények felújításai, új szolgáltatásoknak a biztosítása, szervezése, a meglévő szolgáltatások bővítése, a feltételek korszerűsítése, és ezt kívánjuk folytatni a következő években is. A Pesszentimrei szakrendelő, mint új beruházás, az nem csak az egészségügyi fejlesztés bővítését, és ennek szándékát jelzi, hanem egy másfajta önkormányzati szándékot is, azt, hogy törekedtünk arra, hogy közelebb hozzuk a kerület lakosságához a fontos szolgáltatásokat. Ennek Pesszentimrén például más jele is van, az okmányiroda, külön okmányirodai szolgáltatás, hiszen a kerületben két okmányiroda biztosítja a kerület lakosságának az alapvető szolgáltatásokat. Kötelességünk, felelősségünk, elődei munkájának a folytatása, és ebben a szellemben mondhatjuk együtt egy közös jó kívánságként, hogy jó egészséget beszettünk le. Köszönöm a névadó portréját, amely Arnóti András művész grafikája. Köszönöm.